Sziasztok könyvrajongók, Csaba vagyok, ez itt a Könyvelem, és a mai videóban Szabó Magda, Abigail című ifjúsági regényéről és a belőle készült 4 részes TV-film sorozatról lesz szó. Akik a kezdetektől követik a csatornámat, azok pontosan tudják, hogy nagy kedvencem Szabó Magda Abigail című ifjúsági regénye. A Molyon szinte az elsők közt jelöltem kedvencnek, hiszen már egészen tinédzser korom óta imádom ezt a könyvet. Először a sorozatot láttam, utána olvastam el belőle a regényt, azóta még 2-szer elolvastam a regényt, és a tévésorozatot pedig számtalanszor újra néztem. Emellett színpadi változatát is láttam a Bánfalvi stúdió előadásában. A musicalre még nem került sor, azt nem ismerem igazából, 1-2 dalt hallottam belőle, mert a YouTube-on föllelhető, illetve nem hallgattam még meg a könyvből készült hangos könyvet sem Piros Ildikó előadásában, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra is, úgyhogy hamarosan sort kerítek rá. A mai videóban egyébként a könyv és a tévésorozat közötti különbségekről lesz szó. És akkor most néhány adat a könyvről, illetve a sorozatról, amit előzetesen illik tudni róla. A könyv 1970-ben jelent meg, és az interneten, a YouTube-on van egy felvétel Szabó Magdával, egy 1969-es interjú részlet, beteszem majd a linket a leírásba. Nagyon-nagyon helyes néhány mondatot mond éppen a készülő történetről, amiben elárulja, hogy Abigail lesz a címe a készülő regényének. Ez a 69-es felvétel, ez nagyon-nagyon megkapó, és nagyon jó volt újra nézni, még most is kiráz a hideg, hogyha rágondolok, mindenképpen csekkoljátok ezt a videót. A könyvből készült 4 részes tévésorozatot 1977. januárja és júniusa között 6 hónapig forgatták, a bemutatóra pedig 1978. április 14-én, pénteken este 20 óra 25 perckor került sor. Kikerestem az interneten egy archívumban, hogy valójában milyen műsorok voltak ebben az időszakban, úgyhogy ezt a képet be is szúrom nektek, ide meg tudjátok nézni, hogy éppen a Delta ment előtte, és a kultikus tévétorna, valamint a tévéhíradó, tehát egy péntek este volt akkor, a második részt azon a héten vasárnap, a harmadik részt a következő hét pénteken, és a negyedik záró részt pedig vasárnap tűzték műsorra, és azért volt ez érdekes, mert korábban a sorozatos napok, azok inkább hétköznapra estek, tehát a tévésorozatokat inkább hétköznap vetítették, úgyhogy ez egy különleges megoldás volt akkor, és hát a péntek-vasárnapi vetítés után a közönség az eléggé elégedetlenkedett, hogy sokáig kell várni a harmadik, illetve a negyedik epizódra, és hát hatalmas siker lett, nem is kell mondani, hogy több milliós nézettséget hozott már az első vetítés is. A TV-film sorozatot egyébként Zsurzs Éva rendezte, és olyan színész óriások szerepelnek benne, mint Básti Lajos, Garas Dezső, Piros Ildikó, Balázsovics Lajos, és a főszereplő Szerencsi Éva, aki mellett nagyon sok főiskolás, akkori színművészeti főiskolára járó fiatal lány kapott lehetőséget és szerepet, vagy frissen a főiskoláról kijövő lány, és hát köztük Bánfalvi Ági, Zsurzs Évának a lánya Zsurzs Kati, vagy például a Bánkit alakító Egri Kati, de mondhatnánk a többieket is, akik szintén nagyon sok szerepet és nagyon sok szöveget kaptak ebben a filmfeldolgozásban. Természetesen ma már ez kultikussá vált, eltelt 43 év, de még mindig mindenki fölismeri ezeket a szereplőket. Ki is felejtettem Rutkai Évát, aki egy színészóriás volt már akkor is, és egy nagy ikon volt. Tehát tényleg olyan szereposztással ment ez a történet, és olyan nagy népszerűséget hozott ezeknek a fiatal színésznőknek, hogy gyakorlatilag az egész életpályájukat meghatározta az Abigail-beli szereplésük. És akkor nézzük is, hogy mik a különbségek a könyv és a tévésorozat között. Ehhez nem csak a könyv és a tévésorozat volt segítségemre, hanem az Abigail forgatókönyve is, amit maga Szabó Magda írt 1976-ban és 77-ben. Ez adta gyakorlatilag a mankót Zsurzs Éva rendezőnek, hogy létrehozza ezt a sorozatot.
Azért különleges ez a forgatókönyv, ami egyébként 2010-ben látott napvilágot az Európa kiadó gondozásában, mert hogy van eltérés a forgatókönyv és a tulajdonképpeni sorozat között is, úgyhogy majd ezekre a dolgokra is szeretnék kitérni ebben a videóban. Ezt a videót nem tudom spoilermentesen elkészíteni, úgyhogy arra kérek mindenkit, aki esetleg nem olvasta a könyvet, nem látta a filmsorozatot, vagy nem szeretne megtudni spoilereket, az inkább most ne nézze meg ezt a videót, hanem majd jöjjön vissza később, ha már pótolta ezt a hiányosságát, mert azt hiszem, hogy ezt lehet hiányosságnak mondani, mert ez egy olyan könyv és egy olyan sorozat, ami kihagyhatatlan. És mivel én annyiszor láttam és olvastam a történetet, hogy kíváncsi voltam tényleg ezekre az apró eltérésekre, és próbáltam mindenre fényderíteni. Ha mégis lenne olyan, amit én most nem fogok ebben a videóban említeni, azt kérlek, hogy írjátok be kommentben, mert hogy tényleg én is kíváncsi vagyok, hogy mi az, amin esetleg én is átsiklottam, vagy nem tartottam olyan fontos különbségnek, ezért nem vettem bele ebbe a videóba. Úgyhogy írjatok és véleményezzétek majd ezt a videót, mert kíváncsi vagyok a ti hozzászólásotokra is. Az első különbség, amit szeretnék megemlíteni, az a külsőségekben van, hiszen Vitai Georginát játszó Szerencsi Éva fekete hajú, de a történet szerint Gina barna hajú. Viszont Kismarinál pont az van, hogy Kismari van fekete hajúnak ábrázolva a könyvbe, és a szerep szerint Zsurzs Kati ugye barna hajú, úgyhogy itt nem stimmelnek a hajszínek, és tovább megyek, hiszen Torma Piroskát játszó Bánfalvi Ágnes vörös hajú, de a kötetben Szőkének van ábrázolva Torma Piroska. Ami nekem nagy szívfájdalmam volt, mikor a sorozat után olvastam a könyvet, hogy az ominózus köszönés a jó napot kívánok Isten áldásával, az nem szerepel a könyvben, ott mindig csak jó napot kívánok, igazgató úr, és így tovább jó napot kívánok, Zsuzsanna testvér. Sajnálatos, hogy a könyvben ez nem domborodik ki, viszont már a forgatókönyvben szerepel az Isten áldásával, tehát ezt Szabó Magda szőtte hozzá, és ő találta ki, úgyhogy végül is megbocsátható ez a hiányossága a könyvnek. A történettel megpróbálok kronológiai sorrendben haladni, úgyhogy az első és legfontosabb az, hogy milyen a történet felütése, és hogy kezdődik a filmsorozat. Azért különleges a filmsorozatnak a kezdése, mert a valaha volt legnagyobb spoilert tartalmazza, hiszen amikor elkezdődik a sorozat, akkor ilyen háborús állapotokat látunk, ilyen ködbevésző, robbantós hangok, stb. Beszélget Vitai tábornok azokkal az emberekkel, akikre rábízza Árkodon Ginát, a lányát, és ebben a beszélgetésben megígérik a tábornoknak, hogy vigyázni fognak rá, és főként vigyázni fog rá Abigail. És Abigail nevét kimondja a König tanárurat játszó Garas Dezső, vagyis gyakorlatilag lelövik az egész poénját a történetnek, hiszen az egész könyv arra fut ki, hogy kicsoda Abigail. És bizony a sorozatban ez rögtön az első percben kiderül, hiszen aki fölismeri Garas Dezső hangját, már pedig elég nehéz nem fölismerni, mert egy ikonikus színművészünkről van szó, aki sajnos már nincs közöttünk, de azt gondolom, hogy ez egy oltári nagy baki volt annak idején. Persze, aki már olvasta a könyvet, annak ez annyira nem is tűnt föl, vagy nem is volt érdekes, de aki erre fölfigyelt, annak ez, hát, lehet, hogy okozott némi bosszúságot. Ami különlegesség, hogy a könyvben Vitai tábornok még otthon közli Ginával, hogy másnap Árkodra viszi, a filmsorozatban pedig az autóban, miközben már tartanak Árkodra, akkor mondja el a tábornok Ginának, hogy hova készülnek. A matulában a szoba, ahol alszanak a lányok, és amikor először láthatjuk a szobát, akkor meg lehet számolni, hogy körülbelül vagy 9 vagy 10 ágy lehet ebben a szobában. Később egyébként az éjszakai jeleneteknél, amikor kiszöktetik Ginát a vaskapuhoz, akkor látszik, hogy 9 ágy van a szobában. Na most a könyv szerint összesen 20 ágy van a szobában, 10 a bal oldalon, 10 a jobb oldalon. Amikor megérkezik Gina és el kell rejtenie az otthonról hozott csecsebecséket, akkor a könyv szerint a muskátlis ládába rejti a csecsebecséket, ezek mind a fürdőszoba ablakában vannak, és ott gyakorlatilag a ládának a belsejébe teszi be, hiszen valahogy ilyen dupla falunak írja le a könyv ezt a muskátlis ládát, míg a tévésorozatban fölmászik Gina a tusoló fölé, és oda valamilyen boilerhez vagy boiler mellé teszi be gyakorlatilag a Pestről hozott rúst, púdert és egyéb ilyen kis ékszereket, illetve csecsebecséket. A következő nagyobb különbség az az, hogy a lányok a könyvben ötödikesek, míg a tévésorozatban hetedikesek, és
Ez azért kellett, mert az őket játszó színművésznők azért, hát a koruknál fogva nem tudnak annyira fiatalokat játszani, mint amilyennek lenniük kellene. Ezért azt gondolták, hogy inkább közelítik őket gyakorlatilag a 18 éves korúakhoz, és ezért hetedikeseknek vannak ábrázolva, és az az érdekesség, hogy ebben következetes volt Szabó Magda, hiszen van egy jelenet, amikor Torma Gedeon igazgató számon kéri ugye Ginát a csecsebecsék miatt, amiket Tormának adott, és megérkezik Kunc főhadnagy, és szeretné elvinni Ginát magával, akkor Torma Gedeon igazgató úr mondja, hogy még másfél évig itt kell tartania a lányt, mert még másfél évig ide jár. Míg a könyvben 3,5 év van írva, tehát ott ugye a 4 éves gimnáziumi képzés, ha így vesszük, akkor ugye az tényleg reális, hogy a 15 éves az még 3,5 évig jár, és a 17 éves az már csak másfél évig jár az intézetben. Érdekesség továbbá, hogy az Abigail szobor teljesen másképp helyezkedik el a könyvben, mint a tévésorozatban. A könyvben ugyanis a kert végében, a hatalmas vastag kőkerítésben gyakorlatilag egy ilyen öblös részbe van, egy mélyedésbe van betéve a szobor, és 2 lépcső magasságban van maga a szobor, és föl kell lépni hozzá, hogyha az ember a korsójába be akarja dobni a cetlit, míg a tévésorozatban egy zöld részen bokrok és fák között találjuk. A férhez menős jelenetnél találtam még néhány apró eltérést, ami igazából nem változtatja meg a történet egészét, de én örültem, hogy rábukkantam ezekre a kis finomságokra. Az egyik az, hogy nem Szabó kapja Michelangelo Dávid szobrát, hanem Rideg, és Vajda nem a katedrát kapja a könyvben, hanem a nagy graduálét, sőt a könyvben a katedrát nem is sorsolják, úgymond ki, tehát nem is említik meg, de szerintem ez jó megoldás volt egyébként a sorozatban, hogy maga Szabó kapja a Dávid szobrot, és hogy mennyire örül neki, és ami még érdekesség, hogy Ziller neve föl sem merül a sorozatban, a könyvben viszont sokszor fölmerül az ő neve, ugye 20-an vannak összesen, és az összes név fölsorolásra kerül a könyvben. A tévésorozatban ugye Gina közben álmodozik, és nem halljuk a teljes névsort, tehát nem tudjuk, de Ziller neve az elején teljesen kimarad. Nagyon-nagyon jó kis jelenet került be a sorozatba úgy, ami nem volt benne a könyvben, amikor az első napokban látjuk a tanórákat, és ugye látjuk, hogy milyen egy órája Könignek, Kalmárnak, Trud Gertrudnak, és nagyon-nagyon mókás az a plusz jelenet, ami a könyvben nincs benne, amikor König óráján vagyunk, és a diákok azzal próbálják az unalmukat elűzni, hogy megkérik Königet, hogy hadd énekeljék el az erdélyi indulót az órán, hogy gyakorolhassák. És ez annyira vicces, hiszen pont Benyit az igazgató, és számon kéri Königet, hogy mi ez talán énekóra. Szerintem az egyik legjobb jelenet az első részben. Amikor Gina összeveszik a lányokkal a férjhez menős jelenet után, és telefont kap az édesapjától, utána visszaér ugye a tanterembe, és leül, és a könyv szerint Ziller ül el mellőle, míg a tévésorozatban Bánki, illetve Kismari hagyja őt faképnél. Amikor Gina úgy dönt, hogy feltérképezi az erődítményt, a matulát, hogy talán hogy tudnak kiszökni, akkor a tévésorozatban Erzsébet testvérbe botlik bele éppen a folyosón, míg a könyvben a kapusig eljut, és a kapus küldi vissza, hogy tudnia kellene a házirend szerint, hogy ő nem tartózkodhat a kapu közelében sem, és ugye visszazavarja Ginát. A következő eltérés az akkor történik meg, amikor megtudjuk, hogy az 5. osztály talán Hormicihez elmehet teára, mert a legjobb magaviseletű és a legjobb tanulmányi eredményt produkálták. Ez a könyv szerint már a 2. szombaton gyakorlatilag kiderül, mert akkor a nevelőtestület összeül, és mindenki dicséri az 5. eseket, és König lesz az, aki nem bírja magában tartani azt az információt, hogy az 5. mehet Hormicihez teázni, és még a vacsora közben elsutyorogja a lányoknak ezt az információt. A sorozatban ez nem egészen így van, ott Zsuzsanna testvér mondja el, hogy mennyire büszke az osztályra, és hogy úgy néz ki, hogy ők lesznek azok, akik a következő hónapban elmehetnek teázni. Ami egy plusz jelenet még itt, az az, amikor Gina visszatér a lányokhoz a varrószobába, és a lányok éneklik a Zsuzsanna te kezdetű gúnydalt, ami abszolút nem szerepel a könyvben, viszont a sorozatban nagyon-nagyon vicces az, hogy egy dalban gúnyolják ki Ginát, amiért olyan volt velük, és ugye Gina kiabál velük, és mondja, hogy de jön Zsuzsanna, és hogy csituljatok el, mert meg fogja hallani, hogy róla is énekelnek a dalban,
és ugye kilöki Tormát az ajtón, és ő veszi észre, hogy tényleg jön Zsuzsanna. Szerintem ez is egy nagyon aranyos jelenet, és nagyon örülök, hogy bekerült a sorozatba. Érdekesség, hogy 2 hét után már tudják, hogy majd októberben teázni mennek, végül teázni csak október végén mennek, a könyv szerint október legvégén mennek el Honmicihez. A tanári karral kapcsolatban is vannak eltérések, mert hogy 2 olyan tanárt is említenek a könyvbe, aki a tévésorozatban fel sem tűnik. Az egyik az Kerekes, a számtan tanár, a másik pedig Éles, a természetrajz tanár, illetve ami még külön izgalmas az az, hogy Hajdú, a könyvben férfi, míg a tévésorozatban egy nő játsza, Hajdú tanárnőnek nagyon-nagyon klassz kis jelenetei vannak a későbbi epizódokban. Van egy rész a könyvben, ami sajnos kimaradt a sorozatból, pedig szerintem indokolt lett volna, hogy bekerüljön, az, amikor Gina kifigyeli Aradit, a 8. ifjúsági elnököt, aki egyébként zászlóvivő is, hogy Abigail korsójába egy cetlit dob. És Gina bizony kiveszi és elolvassa. És arról szól ez a kis cetli, hogy véletlenül egy fotót hagyott a számtalan dolgozat füzetében ez a lány magáról és a fiújáról, akit azóta elvittek a frontra, és ezen a fotón bizony ölelkeznek, és hogy ő nagyon fél, ha ezt valaki megtalálja, akkor őt innen kicsapják. Tehát ugye ez egy érdekes momentum lett volna a sorozatban, hogy Gina tényleg fölismeri, hogy a szobor az válaszol, hogy a szobor az tényleg törődik a lányokkal, illetve hát a szobor mögött valaki, és ez például szerintem egy jó kis színfolt lehetett volna, egy rövid jelenetben ezt meg lehetett volna oldani. Elérkezünk Mici néni teájához, amikor Ginát leültetik az asztalhoz, és ugye a tévésorozatban úgy van, hogy nem hagynak helyet Ginának, és Gina odaül Kalmár Péter, Honmici és Zsuzsanna testvér mellé egy asztalhoz. A könyvben viszont Gina Arival, Tormával és Kismarival ül egy asztalnál. Az is érdekes, amikor Gina megpróbál elszökni, és utána megtalálják, és visszaviszik a matulába, akkor a sorozatban Honmici autókázva viszi vissza Ginát az iskolába, és a könyvben viszont sétálva mennek vissza, és Kismari, valamint Torma fogják közre, ami azért is érdekes, mert hogy hármasával sétálnak a matulások általában a városban, viszont a tévésorozatban kettesével. Ez is egy különbség egyébként, ami végig látható a tévésorozatban is, illetve hát a könyvből is megtudjuk, hogy hármasával sétálnak. A következő izgalmas rész az, amikor megérkezik Vitai tábornok, és Ginával elmennek Hajdú úr cukrászdájába, ahol Vitai tábornok elmondja, hogy miért is került Gina Árkodra. A tévésorozatban azonban Vitai tábornok nem viszi ki a matula épületéből Ginát, hanem csak a kertben sétálnak és leülnek egy padra. Sajnos tudva levő volt a sorozat forgatásakor, hogy Básti Lajos halálos beteg, és sajnos már nem sok ideje van hátra, nem sokkal egyébként a forgatás után el is hunyt, és már nem élte meg a sorozat bemutatását, és ezért néhány jelenetet úgy kellett megoldani, hogy Kalmár Péter mondta el helyette a szerepet, és például az egyik ebédlői jelenetben, amikor megdicsérik Vitai Georginát, amiért előre összeszedte a persejpénzt, akkor a forgatókönyvben is még úgy szerepel, hogy Gedeon olvassa föl ezt a dicsérő szöveget, viszont végül a tévésorozatban Balázsovics Lajos teszi ezt Kalmár Péter szerepében, ő gyakorlatilag tolmácsolja az igazgató úr szavait. A következő nagyobb egység, ami teljes mértékig kimaradt a sorozatból, az az almaszüret, vagyis amikor kirándulni megy a matula 1943. novemberében. Elég későig húzódik ez a dolog, hogy egyáltalán mehetnek-e, nem mehetnek-e, engedik-e őket. A könyvben ez nagyon-nagyon részletesen le van írva, a tévésorozatban pedig tulajdonképpen csak a vonaton lett volna jelenet, és be is vágok ide egy képet, ami gyakorlatilag meg is mutatja, hogy tényleg le is forgatták ezeket a jeleneteket, itt éppen Bánki és König tanár úr ülnek az egyik kupéban, úgyhogy igazság szerint ez azért elég fontos momentum lett volna, hiszen itt zajlik az a jelenet, amikor Zsuzsanna testvér megpróbál átmenni egy nagy almás kosárral a vasúti töltésen, König tanár úr ellenőrzi, hogy jön-e a vonat, ő mindig ott áll a töltésen, és ugye a lányok átmennek hol ide, hol oda, hozzák az almát, hozzák az üres kosarat,
és Zsuzsanna testvér megbotlik, és átesik a töltésen, és legurul a túloldalon. König tanár úrnak lenne esélye elkapni és utána nyúlni, de nem teszi meg, sőt, amikor legurul Zsuzsanna testvér, és beüti a fejét, és vérzik a feje, akkor a vér látványától irtózva még oda se megy, és nem segít neki, hanem Kalmár Péter jön a segítségére. Ez azért lett volna jó, ha bekerül a tévésorozatban, mert picit jobban árnyalódik az a kép, az a szerelmi háromszög, az a kusza szerelmi évődés, amit ugye láthatunk Kalmár Péter Zsuzsanna, König és Zsuzsanna, illetve hát Kalmár Péter és König közötti viszálykodásban is, mert hogy itt is Kalmár Péter elég durván beszól König tanár úrnak mindenki előtt, úgyhogy ez úgy nekem egy picit hiányzott a sorozatból, én amikor néztem, én nem is fókuszáltam még annyira erre a szerelmi szára, és nem is annyira értettem ezeknek a mozgatórugóját. Szerintem ez azért a könyvben sokkal jobban benne van, és sokkal jobban érthető, hogy miért az lesz a végkifejlet, ami végül lesz. A tévésorozatban egyébként erről a kirándulásról csak a vasútállomásos jelenet van, amikor meglátják az Árkodi ellenállónak a feliratait, és felszállnak a vonatra. És a következő jelenet már a dupla dolgozat. Ami egy picit érdekesség egyébként a dupla dolgozat kapcsán, hogy a könyvben benne van, hogy az 5. és 6. osztály együtt írja a házi feladatát délután, tehát ez egy közös, nagy terem, amiben két osztály együtt van. Ez a filmsorozatban nem így van, ott csak a Vitai Georgina féle 7. osztály ül egy teremben Zsuzsanna testvérrel. Ami még a dupla dolgozattal kapcsolatban érdekesség, hogy a könyvben csak másnap kéri meg Zsuzsanna testvér Kalmár Pétert, hogy járjanak az ügy végére, hogy mégiscsak hogy volt ez. Míg a tévésorozatban azonnal gyakorlatilag Zsuzsanna és Kalmár Péter ráveszik gyakorlatilag az osztályt, hogy valljanak szint, és hát Vitai Georgina feláll és beismeri, hogy ő volt a bűnös, és ő találta ki ezt az egészet. Ezután a dupla dolgozatos rész után, ugye tél van, és Gina a könyv szerint többször kiszögdösik az Abigail szoborhoz, és ezt észreveszi Kismari, és meg is kérdezi tőle, hogy mégis miért csinálja, úgysem fogja tudni kideríteni, hogy ki rejtőzik a szobor mögött. Ez a filmsorozatban gyakorlatilag csak úgy testesül meg, hogy Gina ábrándozik, hogy ki lehet Abigail, tehát nincsen ilyen fizikai formában történő kiszögdösés, hogy azt lesse, hogy ki közelít a szoborhoz, és esetleg ki lehet az, aki átveszi az üzeneteket, és tényleg ténykedik a nevében. Amikor az igazgató akváriuma összetörik, és Kalmár Péter Ginát kéri meg, hogy segítsen összetakarítani az igazgató irodájában, akkor ugye Gina lemarad a latin dolgozatról, és nagyon örül neki, viszont Zsuzsanna másnap pótoltatja vele, legalábbis a könyv szerint. A sorozatban azonban az igazgató nagyon hamar visszaküldi Ginát, és mondja, hogy mit piszmogsz itt, és hogy azonnal menj vissza a termedbe, és hát latinból lefelelnek, és Gina nem tud válaszolni, amikor König szólítja. Aztán, hogy hányast kap, azt nem tudjuk, de a könyv szerint Vitai legborzalmasabb dolgozata volt az, amit végül Zsuzsanna pótoltatott vele másnap. Amikor újra megérkezik Vitai tábornok, akkor a könyv szerint az A jelű nappaliba húzódnak vissza, és ott beszélgetnek. Ami különlegesség, hogy a könyvben Gina nagyon-nagyon lelkesen meséli az apjának, hogy kibékült a lányokkal, és hogy milyen jól érzi magát, és mennyit nevetnek, és most már megszokott itt, és nem akar elszökni, és jól érzi magát, és csak utána döbben rá, hogy de az apukája nagyon komor, mi lehet a baj. A tévésorozatban azonban a könyvtárszobába ülnek be, és Gina azonnal fölteszi a kérdést, hogy valami baj van. A következő részlet, ami különbözőséget mutat, az az, amikor Gina segíteni próbál Bánkinak a papírjainak a rendezésében, és kiszökik valahogy az intézetből, kabát nélkül szalad ki Abigail szobrához, dobja a korsóba a kérést, hogy segítsen valahogy Bánkinak, ő nem tudja mi a baja, de próbáljon segíteni. És ahogy szalad vissza kabát nélkül a udvarról, éppen Königbe botlik bele, aki még azt is hagyja neki, hogy letörölje a havas lábát a saját lábtörjőjén, ott a tanári lakrész előtti részen, úgyhogy Gina így nem bukik le Zsuzsanna előtt, hogy esetleg vizes vagy havas maradt a csizmája. Viszont a tévésorozatban ezt úgy oldották meg, hogy Gina rosszul létett színlel König óráján, és kikéreckedik. És König érdekesen néz. A zsidó származásuk miatt bajba került Bánki, Kun, Zelemér és Krieger beszélgetnek a folyosón, a könyv szerint.
A sorozatban azonban tényleg beszélgetnek a folyosón, viszont jön Hajdú tanárnő, és nagyon megfedi őket, és leteremti őket, hogy miért ilyen rendbontóak, és miért nem tudnak körbe-körbe úgy sétálni, ahogy a többiek. Sőt, még este a vacsora utáni, hát ilyen hirdetésnél is gyakorlatilag fölállítják őket, és leszidják az egész iskola előtt, hogy ők milyen rendbontóan viselkedtek. A könyvben ilyen nincs. A következő eltérés az, amikor Gina megtalálja a Bánki és a többi zsidó származású diáknak a papírjait a tornazsákjában, akkor ő azt begyömöszöli a ruhája alá, és megkéri Tormát és Kismarit, hogy falazzanak neki a folyosón, amíg ő valamit szeretne Bánkinak odaadni. Elbújnak gyakorlatilag egy nyitott szekrényajtó mögött, és odaáll a két lány, és átnyújt a Bánkinak a papírokat. Ez a sorozatban sokkal kalandosabban van megoldva, ott a cipőjébe rejtve találja meg Gina a papírokat, átrakja a tornazsákjába, és utána megkéri Bánkit, hogy cseréljék ki a zsákjaikat, és gyakorlatilag így tudja átadni neki a papírokat. A következő rész már a téli szünet előtti utolsó hirdetés, amikor megint csak Gedeonnak kellett volna kiadni a hirdetést, hiszen a könyv szerint Gedeon mondta el, hogy kezdődik a téli szünet, sőt, Gedeon ment oda Ginához, és közölte vele, hogy vitai tábornok nem fogja tudni hazavinni a téli szünetre, és pénzt küld neki, és boldog karácsonyt kíván. Ezt ugye a sorozatban Kalmár Péter teszi meg, megint csak Básti Lajos betegsége miatt, ő vette át ezt a részt, ő tolmácsolta ezeket a dolgokat, így vele oldották meg ezt a két jelenetet. A karácsonyi, illetve szilveszteri rész nagyon mesélősen van benne a könyvben, ezekből ugye utólag tudunk meg dolgokat a sorozatban, de a csomó dolog szinte teljesen azonosan történik, úgyhogy talán csak annyit tudunk meg, hogy Ginát ugye megbüntetik, és Torma Piroskát Zsuzsanna elviszi színházba, illetve szilveszterkor is van valami kis összegyűlés, tehát hogy van egy-két olyan momentum, ami bővenben le van írva a könyvbe, de igazából csak mesélősen, és nem nagyon változtat az eseményeken. A következő rész viszont a téli szünet után egy ebédlős jelenet, amikor a tanári kar ül az ebédlőben, és arról beszélnek, hogy a hazátlan bitang megint miket csinált, hogy meggallérozták a szobrokat, hogy feliratoztak. Ez a könyvben nem így van, hanem Aradi szedi ki Suba Altisztből ezeket az információkat, és Aradi teríti szét gyakorlatilag az iskolába a diákok között. A sorozatban valamiért ezt a tanárok beszélték meg. Ami egyébként még érdekesség, hogy említenek egy Sáfár tanárnőt, aki az alsósok tanítónője, ő gyakorlatilag csak a könyvben szerepel, a filmsorozatban nem látjuk. A filmsorozatban a fő tanárok mellett még egy nő szokott odaülni gyakorlatilag az asztalhoz, aki utólag kiderül, hogy a doktornő, az orvosnő, aki figyeli Ginát, hogy lesoványodott, hogy nem eléggé táplált mostanság, hogy baj lehet vele, és ezt jelzi is az igazgatónak. Gyakorlatilag ő az a plusz ember, aki még ott ül az ebédlőben a tanári asztalnál. A következő rész, ami érdekes volt, az az esti találka, amikor Gina kiszökik a vasajtóhoz és találkozik Kunc Ferivel, és ezt a könyvben csak négy lány eszeli ki, Bánki, Kismari, Torma és Vitai, míg a tévésorozatban csatlakozik hozzájuk Szabó is és Murai is. Hát így egy picit nagyobb az akció, hogy többen csinálják. Nekem nagyon érdekes volt az a rész, amikor Torma Gedeon megdicséri Ginát, mint az adott nap legjobb tanulóját, ugye az egész tantestület előtt, a vacsora utáni hirdetésben, és a könyvben nagyon részletesen le van írva, hogy amikor említik a nevét, akkor neki ki kell menni a tanári asztalhoz, és meg kell hajolni a tanárok felé is, és aztán a diákok felé is. Ez ugye a sorozatban csak úgy van megoldva, hogy föláll a helyéről, és gyakorlatilag elfogadja a dicséretet. Egy pici kronológiai sorrendbeli változtatást vettem észre a szökési jelenet utáni részen, amikor a sorozatban Gina bejön gyakorlatilag a sikertelen szökés után, akkor beteszi a kabátját a szekrényébe, és megtalálja Abigail levelét, elolvassa, befekszik az ágyába, és elkezd sírni, hiszen jön Zsuzsanna, aki majd megvigasztalja. A könyvben azonban úgy van, hogy először fekszik le, sír, jön Zsuzsanna megvigasztalja, és utána találja meg a levelét az ágyban. Gyakorlatilag ez nem változtat igazán az eseményeken, csak ez a sorrendiség ez másképp oldódott meg a sorozatban.
érdekes volt számomra arra rádöbbenni, hogy nem csak Hornmici házinéniét hívják Róza néninek, hanem a Vitai családnak is a házmesternéjét Róza néninek hívták, ugyanis a könyvből kiderül ott valamelyik első fejezetek egyikében, hogy így hívták a Vitai családnál dolgozó asszonyt, és ugye hát Hornmici házinéniét is Rózának hívták, őt ugye a sorozatban végig tudjuk, hogy Rózának hívták, viszont a könyvben nagyon sokáig csak öregasszonyként emlegetik, nem nevezik nevén, csak a könyv legvégén. Külön izgalmas a Gedeon napi mulatságnak a megoldása a könyvben és a sorozatban, hiszen teljesen másképp oldották meg. Nekem ez nagyon furcsa volt, mert én ugye a sorozatot láttam először, és nekem nagyon érdekes volt utána a könyvet olvasni. Ugyebár a sorozatban megérkezik Hornmici, táncolnak, megérkezik Rupert igazgató úr, megint táncolnak, és szépen Gina lelép. Viszont a könyvben nem egészen így van, hamar véget ér a tánc, és elkezdenek társas játékozni, mégpedig Hornmici utasítására két körbe ülnek, és az egyik kör közepére Zsuzsannát ülteti, a másik kör közepére pedig saját maga ül be, és ez teszi ezt azért, hogy Zsuzsanna ne tudja megfigyelni Ginát, illetve ne tudjon Gina után menni, ne vegye észre esetleg, hogy eltűnik az ünneplő egyenruhája. A lényeg az, hogy lekötötte Zsuzsannát Hornmici, igen ám, de megérkezik Rupert igazgató úr, lefagy a tömeg, abban marad a játék, mindenki sokkolódik, hogy vége lesz a tanévnek, és hát Hornmicinek új tervet kell kieszelni. És ő azt találja ki, hogy az egyik diáknak beköti a szemét, a többi embert, tehát a diákokat és a tanárokat is a fal felé fordítatja, és a bekötött szemű embernek meg kell érintenie egy embert, aki hangot adhat ki, és ezért majd a hang alapján kitalálja az illető, hogy ki lehet. Itt többen kételkednek abban, hogy de akkor miért kell a fal felé fordulni, hát Hornmici pontosan tudja, hogy azért, hogy Ginát el tudja addig távolítani a teremből. Igen, de valahogy ezt megértik, és hogy azt gondolják, hogy akkor a válláról, a hajáról így talán nem annyira könnyű kitalálni az adott embert, ha megérinti, ezért elfogadják ezt a játékot, és így tud Nina megszökni a matulából. Az egyik utolsó momentuma a könyvnek, amikor megérkeznek a rendőrök és keresik az árkodi ellenállót Hornmici házában, és Hornmici azt mondja, hogy az étkezőben a sógora vacsorázik, vagyis utal Mrázra. A sorozatban azonban Mráz kieszeli, hogy ő fölveszi a kis köpenykéjét, előveszi a kis centiét, és eljátsza, hogy ő tényleg az üveges, és ő azért jött, hogy Hornmicinél kicserélje az üveget. Hát nem tudom, így ének évadján dolgozik nála az üveges, ez azért elég érdekes megoldás, de a könyvben csak úgy nevezi Hornmici, hogy a sógora. Az utolsó jelenetben is igazi nagy különbség van, ami dramaturgiai szempontból teljesen érthető, mégpedig az, hogy a könyvben Hornmici nem mondja ki, hogy König tanár úr Abigail, ő csak annyit mond, hogy a legtisztább szívű férfi, akit valaha ismert. A könyvben az utolsó mondat az, hogy Gina fölismeri, hogy akkor König tanár úr Abigail. A sorozatban Rutkai Éva, a Hornmicit játszó színésznő, ugye kimondja, hogy König tanár úr az, és hát a döbbent arc Gina fején, és a tekintete, és az egész egy nagyon-nagyon jó jelenet, úgyhogy ez teljesen érthető, hogy dramaturgiai szempontból ezt így kellett megoldani, hogy valaki mondja már ki végre, hogy kicsoda Abigail. Nagyon-nagyon nagy különbség a könyv és a sorozat között az, hogy mennyire látjuk vagy halljuk Gina belső monológiait. Ugyanis a könyv gyakorlatilag erre épít, hiszen Gina lelki világát, Gina jellemfejlődését követhetjük végig a belső monológiaink keresztül. Ezt ugyebár a sorozatban nagyon-nagyon nehéz bemutatni. Két jelenetben viszont nagyon szépen sikerült. Az egyik talán az, amikor Gina tanulja a zsoltárokat a zongora mellett, és akkor elmélkedik magában. A másik pedig az, amikor Hajdú tanárnőnél felel a 186. dicséretből, és ő ott a legjobb akar lenni, és a legszebben akar énekelni, és akkor is halljuk a belső gondolatvilágát, illetve nagyon sokszor álmodozik egy-egy jelenetnél, amikor a lányok beszélnek hozzá, és ő pedig elgondolkozik a múlton, vagy hogy mit mondott neki az apja. Tehát nagyon-nagyon sokszor van azért ilyen, de az igazi belső monológokat azt tényleg csak a könyvből ismerjük meg, és ezért azt gondolom, hogy a sorozat a könyv nélkül picit üres ebből a szempontból, mert a könyv sokkal-sokkal többet ad. Ami mellett nem mehetek el szó nélkül, az az, hogy Szabó Magda maga is 12 évig a Dóczi Leánynevelő Intézetnek a növendéke volt. Ez egy református intézet Debrecenben,
amiben hasonló szigorúság és hasonló nevelők között tudott tanulni Szabó Magda, később ide tanárként is visszatért egyébként, és König tanár úr szerepét egykori francia tanáráról mintázta, aki hasonló jámbor volt, és hasonló lelkületű volt, mint König tanár úr, megjárta az első világháborút ez a tanár, és nem tudott szigorú lenni a diákjaival, ezért kigúnyolták őt, úgyhogy ez a szerep és ez a karakter, ez így nőtte ki magát gyakorlatilag az Abigail című könyvben. Ami még lényeges különbség a könyv és a sorozat között az az, hogy a könyvben vannak utalások Gina felnőtt korára, tehát megtudjuk, hogy sikerül a szökés, új életet kezd Makó Anna néven valahol messze, és visszaemlékezik. Tehát sokszor vannak olyan félmondatok, hogy és amikor már felnőttként visszagondol erre az időszakra, vagy erre az egy napra, vagy erre az egy jelenetre, és akkor ezekből azért megtudjuk, hogy ő felnő, és hogy él. Ami a másik még, hogy ugye ezt a sorozatban nem tudjuk meg, illetve a másik érdekesség még talán az édesapja Vitai tábornok halála, ami nem igazán egyértelmű a sorozatból, a könyvben viszont eléggé egyértelműen benne van, hogy elhurcolták a németek március 19-én és 20-án, hát, hogy úgy mondjam, talán kivégezték, de a könyvből jobban úgy jön le nekem, hogy igen, ő meghalt, és igen, őt megölték, és hogy bizony... Tehát ez így egyértelművé válik számunkra. A sorozatból ez azért nem igazán derül ki, de nyilván nem reménykedhetünk. Tehát tudjuk, hogy arra sorsra kellett, hogy jusson. Hát ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy nem tartottátok túl hosszúnak, és sok érdekességet és sok újdonságot találtatok benne. Én ennyi különbséget véltem felfedezni a könyv és a tévésorozat között, persze biztos, hogy sokkal több van, és én szeretném, ha megírnátok kommentben, ha még találtatok ilyeneket. Én örömmel fogom olvasni, hiszen minden egyes apró momentumát imádom az Abigailnek, a könyvnek is, a sorozatnak is. Hatalmas rajongója vagyok, ez nem kérdés, és mindig fogom ezt propagálni, és mindig fogok beszélni róla, és nagyon hálás vagyok Szabó Magdának, Zsuzs Évának, és az összes színésznek, aki szerepelt ebben a sorozatban, hiszen egy életre szóló élményt adott nem csak nekem, hanem valamennyiünknek, akik imádjuk az Abigailt. Örök fő kedvencem fog maradni, ez nem kérdés, úgyhogy remélem, hogy ez a videó sokakhoz eljut. Én köszönöm, hogy itt voltatok könyvelem, és remélem legközelebb is találkozunk. Sziasztok!